Hogyan ismerkedtél meg a citerrel, a hangszerrel? Hát ez egy, nem egy 20 éves sztori, az inkább 40-42 évre megy vissza. 80-as éveket írjuk, üttörő, kis dobosok voltunk, és kerestek. Megjelent egy Sanyi bácsi nevű mesterember, citeraoktató mester, és gyerekeket keresett abból az apropóból, hogy kinek van kedve citerázni. És én abban az időben ilyen hiperaktív gyerek voltam, így aztán úgy gondolták a szüleim, illetve a tanáraim meg pláne, hogy ez nekem való lenne. Tehát valahogy így. 20 évvel ezelőtti újrakezdésre hogyan emlékszel vissza? Hát ez erre se egyszerű visszaemlékezni, de az akkori művelődésre az igazgatója Kisné Marika ötlete volt, hogy a régi zenész csapatból, akinek kedve van, jöjjön, illetve aki zenét szereti és szeretne citerezésbe játszani, akkor megpróbálnánk egy ilyen csapatot összerakni. Hát ugye mi a Karesszal, Valukacsival szinte azonnal jelentkeztünk, és akkor még hét akkori társam, aki aztán adott a citerás társam, elkezdtünk összerakni egy csapatot, és ebből a csapatból aztán egy év után döntöttünk úgy, hogy a névválasztáskor, hogy tovább viszik a régi Abajka nevet. Mire az, amire szívesen emlékszel vissza az elmúlt 20 évben? Hát van kettő, amit kiemelnék, az egyik az egy már nem regnáló, de 10 évig regnáló Guinness rekord volt, amikor 130 citerás társammal játszottunk együtt Sárnyófalban, illetve a Falcsangok, ahol Kabosáról játszottunk többször. Nagyon jó hangulat, nagyon jó. Mi a jövőkép az együttessel kapcsolatban? Hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez a csapat képes még arra, hogy a következő 20 évben is jó hangulatú próbákon, fellépéseken vegyen részt.